A nem életbiztosítási piac növekedésének egyik alapja a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szféra, ahol jelentős növekedés volt észlelhető tavaly, derül ki a Magyar Biztosítók Szövetségének összegzéséből. A január 1-én esedékes díjak befizetésére a türelmi idő hamarosan lejár. Mint tudjuk, az idei KGFBD az január 1-től már esedékes, ugyanakkor viszont a törvény egy 60 napos türelmi időt ad a díj rendezésére. Ez a 60 napos türelmi idő, ez jár le március 1-én, ami azt jelenti, hogy március 1-én éjfélig mindenképpen be kell, hogy érkezzen a KGFBD ezekre a szerződésekre. Ebben az esetben egyébként külön kiemelendő, hogy azok, akik csekken fizetik ezt a díjat, illetve díjrészletet, azoknak a számára érdemes néhány napos átfutási idővel számolniuk, ugyanis a törvény előírása szerint március 1-én éjfélig be kell, hogy érkezzen a biztosítókhoz. Tehát nem elég március 1-én feladni az esedékes díjrészletet. A főosztályvezető hozzátette, közel 2 millió jármű tulajdonost érint a márciusi határidő. A MABI statisztikái szerint Magyarországon 4.350.000 darab kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szerződést tartanak nyilván, és ezeknek a szerződéseknek a 44%-a, tehát körülbelül 1,9 millió, tehát 1.900.000 jármű biztosítási évfordulója van január 1-én. Az ő számukra szól ez a bizonyos felhívás. Ami a személyautóknak a számát illeti, a legfrissebb adatok szerint 2.790.000 személyautó van Magyarországon, illetve rendelkezik kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szerződéssel, és ebből a 2.790.000-ből mintegy 1.250.000 olyan személygépjármű van Magyarországon, amelynek a biztosítási évfordulója január 1-e, tehát akiknek a számára ez a fontos határidő, illetve a felhívás érdekes lehet. Abban az esetben, ha a KGFB-s összeg nem érkezik be március 1-én éjfélig a biztosítóhoz, akkor az ügyfél szerződése díj nem fizetés miatt megszűnik, és a díjjal nem fedezett időszakra a törvény rendelkezései szerint fedezetlenségi díjat kell fizetni. Ez 2016-ban személygépkocsik esetében a gépjárművek teljesítményétől függően naponta akár 660 forint is lehet a biztosítással nem fedezett napokra.